Üdvözlök mindenkit, én Tarci 007 vagyok, és itt is lennék a következő harmadik leckében, melyben vesszük a föld átszínezését, vegyük úgy, föld átszínezése, egyébként textura paintingnek nevezik ezt. Na, link oda, ahol van fény. Na, tehát ezt ezzel kapcsoljuk be, piros ceruzával a föld fölött. Ekkor alapból így befejönnek ezek a kockák. Ugye ilyen kockákra van rendezve, és ezt itt be lehet kapcsolni. Ha ezt kikapcsoljuk, akkor nem látjuk ezeket a kockákat. Ha viszont bekapcsoljuk, akkor visszahozzuk, és akkor látjuk a kockákat. Egy kockán belül maximum 4 fél, ebből a 9, azt hiszem 9 féle talajszínből egy kockába csak 4-et rakhatsz. Tehát ha ezt kikapcsolod, akkor is egymás mellé csak 4-et tudsz rakni, ugye itt van ilyen. Akkor ez. A fű ott van a háttérbe, rakunk egy ilyet, és akkor utána már nem engedi ide rakni a gravelt, mivel itt a chunk vízbe, itt már 3 összetevője van. És ugye ennek lehet a, hogy milyen messze, lássad 700, 800, de szerintem ez 500, ez bőven elég. Alapból azt hiszem 300 volt. De az is elég egyébként, mert ezek igazából picit fogják a gépet. Hogyha olyan a gép, persze. Na, akkor nézzük tovább. Ezek nem tudom micsodák. Valami slope limit. Hogyha ezt megemeled, akkor nem tudsz, akkor ilyen érdekes lesz. Erre már rájöttem, de hogy mi a logika alapján, és a smoothot megnyomom középen, akkor meg ilyen. Akkor meg össze sűríti. Szóval nem tudom, még nincs bekapcsolva. Ja, erre a noise-ra viszont, most ezt így ezen a részen kívül megmutatom, domborzatnál ennek a lényege az, hogy domborzatnál ilyet csinál, ennél a textúra dolognál, meg ilyet. Tehát ha ez visszaállítom nullára, ugye ilyeneket tudsz vele csinálni. Tehát ezt így húzhatod akárhogyan, de ez akkor is ilyen ilyet fog csinálni. Ez nem tudom egyébként hol jó, valahol biztos jó. Ha mondjuk valamit mocsarat csinálsz, aztán ahhoz kell mondjuk a pig moodnak ilyenje, akkor tök jó néz ki igazából. Csak ugye ahhoz kell egy kis ilyen roadit, és aztán akkor lesz jó. Tehát most ilyen szép. Na, szóval ezzel lehet így bűvészkedni. Tehát akkor alapból ugye ez a 9 féle van, mindjárt akkor visszaváltok mindent alapra. És akkor kinézünk valami üres ugye így néz ki ez a roadit. Ugye a fű az az alap. Aztán akkor van egy ilyen mountain rock, ami a hegynek a vizéje, a textúrája szokott lenni, egyértelmű homok, gravel, ez ilyen kavicsos dolog, aztán ja, megtelt, akkor menjünk erre. Ez ilyen aszfalt akar lenni, konkrét, az beton, akkor beton akar lenni. Forest ground, ez az erdő, ez a fás talaja, közelről látszik. Tone grass, ma megint nem nincs több hely. Ez ilyen másik fű, nem is tudom ilyen hol van a mapokon, az alapmapon nem is tudom hol van ilyen. Ja, itt tovább megyünk, és pig mood, ez pedig a disznóknál a föld, ilyen. Ennyi. Igazából,
ez az erózión, ez nem tudom mi. Ez szerintem a domborzatnál lehet valami hatása. De nem jöttem rá az erózióra, hogy micsoda. Erre noise-ra mondom, ezt jöttem rá, hogy ez ilyen, bekapcsoljuk. Egy ilyen randomokat lehet neki generálni, és akkor ilyen, csúcsos dolgot csinál. Ami domborzatnál nem látom értelmét, de viszont így, mondjuk itt van most ez a tök szép hely, és akkor ide rakunk ilyen pigmudot, így ezt bekapcsoljuk, 28.000 környékére nyomkodjuk, így jó lesz, és akkor így egy szép, ilyen érdekes talajt tudunk neki összehozni. Tehát ennyi igazából. Na hát most nem akarok már belemenni nagyon. Na esetleg még az info layer, akkor azt még beleveszem ebbe a videóba. Tehát van ez az info, a kék, és akkor így sorba tudunk menni. Tehát van ez az info, akkor ezt be is csukom. És ennek ahhoz tartozik ez az info layer painting. Ez olyan, zoomaszkedni tudom mi. Szóval ez olyan ez a info layer, ha bekapcsolom, ugye akkor ilyen fekete, sötét dolog lesz a világból. És akkor azt hiszem meg is tudom mutatni nagyjából. Tehát ilyenek vannak itt a világban. Tehát ezt kikapcsolom, ja, akkor is látszik. Jó. Tehát ugye négy állat van alapból a... játékba. Nem tudom, melyik a disznó, oké. Mindegy, négy állat van ugye alapból a játékba. Csirke, azt hiszem a nullás a csirke, egyes a disznó. Vagy ez hogy néz ki? Nem, egyes a birka. Kettes a... merre van? Nem látom. A kettes nem tudom micsoda. Azt hiszem a kettes a szarvasmarha volt még régebben, ez pedig a... ez úgy nézem a disznó. Tehát a hármas lett most idén a disznó. A kettes az itt kéne lenni a szarvasmaráknál. Mondjuk itt van, itt vannak. Nem tudom, nem látom itt hirtelen merre van. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ezzel ilyen fehér cuccot tudsz lehúzni. Persze ugye ezeknél a színezéseknél itt mindig Add Smooth Subtract-et ajánlok, és akkor bal klikkel hozzáadsz, jobb klikkel elveszel. És ennek az, hogy milyen sűrű ilyen kockákat tudjál rakni, azt nem tudom még hol kell beállítani. Ez tudom micsoda. Szóval ezzel meg tudod így határozni a... hogy hol menjenek az állatok, és akkor valahol itt van, hogy Create, Navigation Mesh, és akkor... hogyan van? Ja, Animals, és akkor az Animals-oknál kell kijelölni a ezt a nevmesét, és ezt kell valahol itt jobb klikkel bekapcsolni a nevmest, és akkor látjuk, hogy itt vannak mi ezek a navigáció mesek. Mi nekünk most a pikkel, most eddig kikapcsolom, melyik a pigé? Azt hiszem ez. Most miért nem látom? Mert nem itt van. Itt van egy. Ott van, ez csak a föld alatt. Ja. Szóval a föld alatt itt van ez. Csak nem látod. Tehát visszamegyünk a benézetbe. Már régen voltam, erről majd csinálok egy külön videót is. És akkor itt van valahol. Hogy... de itt volt az? Ja, és akkor itt kell neki megadni, hogy egy, vagy kettő, és ezt kell kreatálni. És akkor itt van nekünk egy navmesünk. Csak ugye, ez hol van? Na most ez nem tudom, hol varázsolta. Elméletileg itt kéne lenni egy kéknek. De nem látom sehol. Mindegy. Mindegy is. Most ez engem nagyon nem is érdekel.
Mondom már, hogy csinálok egy külön videót, de előtte még rendesen átnézek mindent, és akkor erről csinálok egy profi videót, hogy hogyan kell majd állatokat áthelyezni, de az majd akkor lesz, hogyha a mapokkal foglalkozunk, egyelőre még majd miután átvettük ezt a terrenyedítinget, utána a gépekkel fogunk foglalkozni, most abba vagyok benne jobban. Szóval mit tud még itt átmegyünk a tipkolra, ott szerencsére csak egy ilyen infócsenünk van. Na, ugye mivel ez az alapmapból lett integrálva, ez a sample mode map, látjuk, hogy minden van, hogy a kirajzolódnak az utak, a vonal, vasútvonal, meg a folyó, meg a város. Szóval ez azért van, mert ez a tipkolós info layer painting, ez megakadályozza azt, hogy ott tudjál borítani. Ezért nem tudsz a városba borítani a földre, mert ilyen van ott. Tehát igazából, hogyha te a mapodra nem akarod azt, hogy odaürítsenek a földre, akkor húzol egy ilyen csikot, csak hát nem ilyen gyorsan, húzol egy ilyen csikot. Vagy ha azt akarod, hogy videóval lehessen üríteni, akkor ezt átírod ilyen 2048-ra, azt akkor nyomsz egy, ja, most sehova nem lehet, és most mindenhol lehet. Ennyi különbség van a kettő között. Most visszarakom ezt a verziót. Na, fel ne fagyjám. Jó. Na, hát akkor igazából ennyi. Többet nem is szeretném húzni a szót. A foliage layerrel érkezem legközelebb. És utána erősen nekiállunk a programozásoknak. Köszönöm a figyelmet, remélem közelebb juttattalak titeket a témához. Sziasztok!